Akkor szép jó reggelt mindenkinek, gyönyörű hétindító, hétfő reggel van, van fél kilenc körül, és a Minden Centrumban állunk, ami KTM, MV Augusta, Husqvarna, GasGas, és nem a régóta Szín Centrum. És azért állunk itt, mert megérkezett a két paripa, amivel nekivágnánk ennek a bizonyos afrikai kalandnak, tehát magyarul ez a, mi volt a Scooter to Afrika, mi az a... Dakar, tudod, oda megyünk a végén, Dakar. Ja, jó van. Tehát ez lesz a projekt neve, két robogóval, ezt teszi kicsit ízesebbé, ugyan ez egy ilyen főútvonal, erre az elég sokan elmentek már így a világ csavargói közül ezen a nyugat-afrikai vonalon. Mi Dakarig mennénk, akkor két olyan motorbiciklivel, amit mindjárt kicsomagolunk és megmutatjuk őket. Sim ADX 300-as. Az eredeti projekt az lett, hogy 125, és piszakú tetszett volna mind a kettőnknek, de Laci azt mondta, hogy ha nem akarja mondjuk a küszöbön találni a csomagját, mikorra hazakeveredik, vagy én mondjuk szeretnék még dolgozni, akkor muszáj volt egy olyan valami S-szágot választani, amivel mondjuk durva három év tart, ezért megjárjuk az egész vonalat. Na, akkor neki látunk szétszedni. Nyújts a színe, tessék! Hú, szeretném, hogy lehető nagyobb. Ja nem, azért nem tudom. Figyelj, most már ha tetszik, hanem ez lesz. Várj! Lehet, hogy mindenféle profán hasonlatokat. Profán mutassuk meg, ahogy letép, igen. Mit ahogy, húzzon na, le? Azt igen. Mit húzzon le a vakrandi? Utána? Na? Hoppá! Ho-ho! Aha, csak úgy jön, hogy kerék benne. Plexi meg nincs rajta még. Jó, most itt az a nagy lamentálás tárgya, hogy mi legyen, hogy elinduljunk vele egyből, 0 kilométerre, vagy elindulunk vele, és megcsináljuk valahol, mit tudom én, Milánó, vagy nem tudom milyen magasságban. De párszor úgy is kell, most semmit egy csak kettő vagy három. Egy ezres szervizt. Vagy itthon belezavarjuk az ezret gyorsan, csak már nagyon kevés idő van, és akkor utá, és az első szerviz után indulunk el. Azt számoltuk, ugye azt mondtad, ugye, hogy 3000-es a szervizintervallum, tehát akkor kell egyszer majd cserélnünk 4000-nél, 7-nél, meg 10-nél. Hát ti, akkor ez valószínűleg út közben, hogyha az első szerviz itthon megvan, akkor kettőt cserélünk, ugye? Na de Jani, hogyha elindulunk vele úgy, hogy sose ültünk rá, ugye? Igen. És útközben derül ki, hogy nem masszírozós a szélvédője, vagy nem fűthető a háttámla, vagy véletlenül még sincs rajta 400 liternyi doboz, igen. És 4 darab első láb a borostyás sárgára, akkor mi lesz? Mondd meg. Nem jutunk el oda? Alkalmazkodunk egymáshoz, ja. Úriember, nem hátrál. Figyelj, az, hogy így az ülés pozíció majd kiderül, de azért a kényelemre nem hinném, hogy gond lesz. Én ugye a saját ronda algoritmusom alapján úgy pakolnék, hogy ide egy Louis-os zsák, így, elé egy sátor, valahol ide egy hálózsák még, aztán nem is tudom, ennyi. Meg kéne tudnunk azt, hogy mennyi a tank pontosan. Például te tervezed olyat, hogy kannába vinni legalább egy kevés benzin, mondjuk egy 5 liternit. Annak idején, amikor mi egy vagabondszerű motoros bandával csavarogtunk és sokan mentünk, akkor általában vittünk magunkkal azért 5 liter benzint, mert minden úton volt egy olyan, hogy valakinek kellett. És azok nem ilyen utak voltak, mint amire most készülünk. Jó, kis kónuszos kormány, aránylag szűk, tehát nem, azért nem az a nagyon vadtelepes kormány. A nagy tévé, minden van. A kerék az mennyi? 16-os vagy 15-ös? Mennyi a kerék átmérő? 15. Üzemanyagtartály 16 literes. 16 literes üzemanyagtartály. És megnézzük a másikat is, gyerekek, lehet, hogy abban fehér van. Nézzük meg. Azt hogy nyitottad? Ja, ugye? Nagyon egyszerű volt kinyitni. Aha.
Ez az, szerintem egy sisak, meg némi gönc első ruha egyebek, viszont nekünk valószínűleg nem fog annyi akkora szerepet játszani, vagy valami olyasmit teszünk be, ami ritkán kell, mert hogyha rajta van a motyó, rá van kötve, mert meglátjuk, hogy hogy csomagolunk, akkor az nem lesz, hogyha ámbe le kell pakolászni mondjuk ilyen gyakran kellő dologért a motyót róla. Úgyhogy így van olyasmit kell tenni, ami ritkán kell. Kint az ülés, a víj elsőre nem rossz. Az szokott ezeknél a baj lenni, hogy fölfelé emelkedik. Egy városban tök jó vele menni, de hosszú távon belehalsz. Így szétnyomja a gerincedet. Aha. Viszont... Én bírom, ez egy viszonylag kemény, sőt, ez a kemény ülések közé tartozik, ami szerintem hosszú távon valószínűleg kényelmesebb lesz, ez mint tudjuk, hogy belesüppetsz ezt a inboxba, mert kicsit ilyen a régi csopperes időszakot elő fogja hozni. Ezért nincs hozzá kiegészítő való ide tenni a láttartót? Hegesztünk rá. Tudj, ki ezért? Kormány. Hegesztünk rá. Izgalom a tetőfokára hág. Elsőket fordul a főtengely. Most már nem tudom hány száznál jár. És a kedvenc mondásom a tökös, a török, az őr, meg a nőből az a On the road again! Ez szuper, egyelőre szupernek tűnik. Tök jó futom, olyan kis kellemesen feszes. Abban van valami USB van? Azt nézem én is, de nincs. És valahol láttál? Teszünk. Nem, teszünk, már rendeltem. De ott nekem is van egy ilyen. Tartom. De ott akkor van magyarul. Ott van. Akkor majd este ki kéne bélelni, hogy ne csapodjon benne össze. Az nem bélelt, ugye? Nem. Aha. Ó, de egész nagy. Jó. Ez gyárilag, ez nem kértetek rá extrát, még ilyesmi? Ez így szújték. Figyeled, ez meg ilyen, még egy nőnek is, bárkinek. És ennyi. Figyelj, tök jól tűnik. A kis, könnyen elindul az eleje, hátulja. Na, szerintem nem lesz ez a gond.